Frontálisan csapódott egy tartálykocsiba egy autós a 46-29-es úton Tiszatenyő határában, miután a kocsi eddig ismeretlen okból áttért a szembehaladó sávba. Az esethez a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket, valamint a személyautóban lévő három utast feszítővágó segítségével kiszabadították. A vasúti közlekedést is korlátozni kellett a beavatkozás időtartamára, ugyanis a vasúti sínek között nagy mennyiségű törmelék volt megtalálható. Az ütközéstől a kocsi az útszélén húzódó sínek mellé csapódott, a benne ülő három sérült pedig beszorult. A katasztrófavédelem közleménye szerint őket a törökszentmiklósi és a szolnoki tűzoltók szabadították ki a ripityára tört kocsiból, majd a vezetőt életveszélyes, két utasát pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.